Benkő Imre több mint 50 éve örökíti meg az őt körülvevő világot. Legyen szó az ózdi vasgyári munkásokról, vagy a Sziget Fesztiválon szórakozó fiatalokról, a képei sosem a kívülállásról, hanem a részvételről szólnak. Fotói egyszerre személyes dokumentumok és jelentéssel felruházott korszakábrázolások. Azok számára, akik fotósok, vagy azok számára, akik fotóelmélettel, fotoesztetikával, fototörténettel foglalkoznak, az, hogy az Imre milyen kvalitású fotós, tehát egy nagyon magas kvalitású fotós, az egy evidencia volt. Teljesen egyedi. Én azt gondolom, hogy a dokumentarista fotográfiában nagyon kevés az olyan ember, aki ennyire empatikus, ennyire emberszerető. Én mindig az emberek oldaláról szemléltem a világot, és azt tartom a legizgalmasabbnak, hogy egy koron belül megmutatni az, ami állandóan változik a kor összefüggései, be lehetőségeihez képest változnak az emberek élethez való viszonya. Mindig van egy keret, és ez különböző országokban másképpen mutatkozik meg. És ez az, amit a fotográfia tud szerintem, hogy ebbe a folyamatos változásba mindig lehetőségünk van nekünk fotográfusoknak felmutatni egy olyan sajátos képet, ami arra az időszakra jellemző. Csinálja a hivatását, csinálja a küldetését 1000%-os szenvedéllyel. Aztán, hogy ez most kinek, meg minek, szerintem ő azért magába tudja, vagy minden nagy ember magába tudja, hogy a halhatatlanságnak dolgozik, és ehhez képest az, hogy most az ő életidejében mi történik, hát ez körülbelül mindegy. Számomra a kompozíció az nem egy ilyen öncélú játék, hanem az mindig a kifejezés szolgálja, és ahány kép, annyiféle lehetőség arra, hogy az ember úgy tudja megmutatni ezeket a dolgokat, hogy ebbe az irdatlan képtömegbe, ami körülvesz bennünket, esetleg megragadhatja a nézőnek a figyelmét. Szerintem mindenkinek igazsága van. Ez egy érdekes gondolat egy olyan világban, ahol mindenki a saját igazságát gondolja egyedül üdvözítőnek minden más igazságokkal szemben. Ő ezzel szemben úgy képzeli, hogy mindenkinek a saját igazsága az összeáll egy nagy igazsága, és semmiféle ellentmondás nincsen ezek között. A fényképekben egyébként az a jó, amit nem tudok így elmondani, hanem mindig az, ami a látvány, ami inspirálja esetleg a nézőt, és ő neki indít meg valami olyan történetet, ami a sajátján keresztül nézi ezeket a dolgokat, és azért én valójában ilyen kép konstrukciókat, ajánlatokat tudok adni. Az anyagain több évtizedet töltött vagy dolgozott, tehát 20-30 évig fényképezi a témáit, ez legyen a Sziget, vagy az Ikrek, vagy a Budapest anyaga, vagy az Ózdi anyaga, amit ha jól tudom, még a mai napig is jár le és jegyzetel. Nagyon ikonikus, nagyszerű, magába álló képeket tudnék mondani tőle, de igazándiból az ő nagy erőssége és nagy jelentősége a magyar fotoművészet történetében ez a fotóesszé forma, tehát az album forma. A Magyar Művészeti Akadémia feladatának tekinti, hogy a hazai fotográfiai értékeink valóban közismerté, ezáltal nemzeti közkincsé váljanak. Ezt a célt szolgálta Benkő Imre életművének albumként való megjelentetése. Természetesen egy ilyen könyv azért kollektív munka, de Palotai János esztéta írta meg a monográfiámat. Egy ilyen munka az hosszú beszélgetésekről szól, és tényleg egy
kicsit nagy dolog, hogyha valaki ebben a rohanó világban megkutatja a hátterét is a dolgoknak, és nem csak megállapít érzésből dolgokat, hanem utána néz, és hát a János esetében ez történt, hogy a kezdetektől végig kísérte a pályámat, megjelenik olyan rész is, ahol a Palotai János elbeszélgetett olyan fiatalabb emberekkel, akiket mondjuk tanítottam még az Iparművészeti Főiskolán, ahol így óraadóként a fotodokumentarizmussal próbáltam megismertetni a hallgatókat, meg olyan tanártársak is hozzászólnak ehhez a történethez, akik megismertek abból az időszakból, és jó magam is rá csodálkoztam, hogy az alatt a 12 év alatt, amíg ott így beszélgettünk fotográfiáról, hogy nagy öröm, hogy sokan megszerették ezt a fajta fotót.